Sziasztok, jó napot kívánok! Itt vagyunk az Országos Bányakapitányság előtt. Éppen most jöttem ki egy találkozóról, amit dr. Kádi Zoltántól, az Országos Bányakapitánytól kaptam, és amelyet Recsk ügyében az ottani andezit bánya és az andezit bánya felelőtlensége miatt bekövetkező sárlavina ügye miatt kezdeményeztem. És vannak kézzelfogható eredményei ennek a találkozónak. Egyrészt hozzájutottam ahhoz a határozathoz, amivel a bányakapitányság sújtotta a szabálytalan bányászati tevékenységet végző üzemet. Ugye tudjuk, hogy itt Kósa Lajos ügyvédjének a cégéről van szó. Amiben komoly bizonytalanság volt a nyár folyamán, hogy sokan nem tudták, vagy nem értették, hogy pontosan milyen eljárást folytat a bányakapitányság, illetve a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága az Andezit Bau Kft. Ellen. Most egyértelművé vált, hogy bár súlyos üzemzavart nem állapítottak meg, de szabálytalan bányászati tevékenységet igen, tehát emiatt a szabálytalan bányászati tevékenység miatt folytattak vizsgálatot, egy nagyon alapos tanulmányt készítettek, aminek megkaptam a dokumentációját, ezek közül talán a legfontosabb az a térkép, ami az ottani viszonyokat ábrázolja, és amelyből kiderül, hogy hol követett el hibát a vállalkozó, miért történhetett meg, hogy a szabálytalanul és szakszerűtlenül felhányt földsánc megindult, és egy hatalmas sárlavina terítette be a Hunyadi utca házait Recsken. Ebben a határozatban szerepel az is, hogy egy 3 millió forintos bírságot szabtak ki a vállalkozóra, amely természetesen nem sok, semmilyen módon nem áll arányban az okozott kárral, ugyanakkor a törvényi keretek között ennél sokkal magasabb összegű bírságot nem is lehetne kiszabni, tehát itt a bányakapitányság egy elég szűk mozgástérben legfeljebb 5 millió forintos bírságot tud kivetni, ez nyilván nem az a nagyságrend, amennyi kárt okozhatott a sárlavina a Hunyadi utca lakóinak. De ami talán fontosabb ebben a határozatban, a bírságnál és annak az összegénél, hogy mire kötelezték az Andezit Bau Kft-t, hogyan folyik majd az a helyreállítás, amely ismét biztonságossá és nyugodt szívvel élhetővé teszi a Recski Hunyadi utcát. Ebben a kötelező részben a vállalkozó számára előírják, hogy hogyan bontsa vissza azt a szabálytalan és veszélyes földsáncot, hogyan terítse be geotextillel, hogyan telepítsen oda növényeket, hogyan építsen vízelvezető árkokat, és erre egy határidőt is megszabnak. A határozat egyébként szeptember 14-én született, és 30 nap után vált jogerőssé. Az is bizonyos most már, hogy a vállalkozó nem támadta meg ezt a bíróságon, tehát hatályos már ez a döntés, és innentől kezdve, október 14-től számítva van 120 napja arra a vállalkozónak, hogy a munkálatokat teljes körűen elvégezze. Ennek egyébként az első jelei már Recsken látszanak. Tehát ez alapján azt mondhatjuk, hogy ha megfelelő lesz az időjárás, és el tudják végezni idejében a munkálatokat, akkor legkésőbb február közepére a Recski bánya az biztonságosan működhet. Ez talán valamelyest megnyugtathatja a recskieket, de nem oldja meg azt a gondot, amit a sárlavina, a többszöri sárlavina okozott nekik, azt a kárt nem téríti meg, ami a házaikban keletkezett. Arról is tájékoztatott a bányakapitány úr, hogy a okozott kárt azt közvetlenül a vállalkozóval kell megtérítetni, és hogyha erre nem mutat hajlandóságot, mint ahogy a gyorssegélyen kívül ugye semmilyen kárpótlásban nem részesítette a recskieket, akkor ezt csak bíróságon lehet kikényszeríteni. Ezt az ügyet pedig Magyar György és ügyvédi irodája viszi a helyieket pertársaságban képviselve. Ez a része tehát rendben van. Ami nekünk zöldek részére fontos, hogy mi az állam felelőssége ebben, mi lett volna és mi lenne most is a dolga a törvényhozónak, illetve a végrehajtó szerveknek, a kormányzatnak. Ja, ami a hasonló esetek megelőzését és kezelését illeti, Jávor Benedek, a Párbeszéd Zöldek európai parlamenti listavezetője már több mint egy évtizeddel ezelőtt kezdeményezte, hogy legyen Magyarországon egy környezeti kármentesítési alap, hogyha ehhez hasonló havária történik, valamely környezeti katasztrófa,
amely emberek életét, egészségét sodorja veszélybe és károsítja a vagyontárgyaikat, akkor legyen egy olyan pénzalap, amelyet a kockázatos tevékenységet folytató üzemek befizetéseiből feltöltve egyből meg lehet nyitni egy ilyen esemény után. Ezt a előrelátó és bölcs zöld javaslatot jó fideszes szokás szerint természetesen lesöpörték az asztalról. Most is látható lenne, hogy milyen fontos, hogy legyen hova nyúlni, legyen egy kidolgozott eljárásrend arra, hogyha bekövetkezik a havária, ha beüt a baj, akkor a kárpótlás összege rendelkezésre álljon. A kormány sem vitatja egyébként ennek a jogosságát, hiszen bejelentették, hogy egy 500 millió forintos alapot megnyitnak a belügyminisztérium kezelésében, de ez a legkevésbé sem megnyugtató, hiszen ha nagyon sok időt telt el, még mindig nem közölték az érintettekkel, hogy milyen megoldást tudnak nyújtani az egyes családok számára, még mindig nem állnak helyt azért a felelősségért, ami a kormányzatot terheli ebben az ügyben, hiszen azért láttuk, hogy itt a kormányhivatalok, a Heves megyei kormányhivatal különösen engedékeny volt az engedélyek kiadása kapcsán. Szóval a kormánynak ebben felelőssége van, kárpótolni kell a recskieket, létre kell hozni a környezeti kármentesítési alapot, és nyilvánosságra kell hozni minden az ügyhöz kapcsolódó dokumentumot. Az is fontos, és egy jó eredmény, hogy ez a bányakapitánysági vagy STFH határozat most megismerhetővé válik, feldolgozzuk, részletesen közé tesszük majd a fontos részeket ebből, de legalább ennyire fontos, hogy a katasztrófavédelmi, illetve az MR lakásalap által, valamint a helyi kormányhivatal által készített tanulmány is nyilvánossá váljon. Lássuk meg, hogy tényleg van a megoldása a kormánynak a recskiek számára, a károsult családok számára, vagy megy csak a hitegetés, megy a himi-humi, és arra várnak, abban reménykednek, hogy majd mindenki elfelejti az ügyet. Ebben hiába is reménykednek, sem a recskiek, sem a Párbeszéd zöldek nem fogja elengedni ezt az ügyet, úgyhogy megyünk tovább egészen addig, amíg megnyugtatóan nem rendeződik a Hunyadi utca lakóinak helyzete, és amíg garanciákat nem látunk arra, hogy a recski andezit bánya biztonságosan és a környezetét nem veszélyeztetve működik. Köszönöm, hogy követtétek az ügyet, a továbbiakban is számítunk rátok. Szép esős napot, sziasztok!